Sziasztok! Üdvözlök fel minden kiskőröstől. Van egy fél órám most, és csak azért szálltam le a vonatról, hogy a kisvasút végállomás megnézem, hogy milyen állapotban van. Van egy fél óra odáig elmenni, és aztán vissza a vonathoz. És hogyha már itt vagyok, akkor kicsit az állomást is bemutatom. Hát, látok, hogy itt volt a Resti régebben, de szerintem ez nem most zárt be a koronavírus miatt, hanem korábban sem működött. És egyébként mindjárt megkeresek a kisvasúti végállomást, ami itt még viszonylag jó helyen van, legalábbis Kecskeméthez képest, de hát még többet ki lehetett volna belőle hozni, csak hát ez valami nem jutott eszébe senkinek, de mindjárt meg is mutatom, hogy mire gondolok. És akkor itt is vagyunk. Itt volt a kisvasútnak a végállomása, hát illetve a végállomás még most is itt van, csak a vonat nem jár már 2009 óta. És 2009-ben, amikor beutaztam ezt a vasútvonalat, még egy néhány héttel a megszüntetés előtt, akkor tudtam egy kört menni erre. Mert akkor is ez volt, és akkor még nem volt ennyire rendezett se a terep, tehát gyakorlatilag alig látszott ki itt a végállomás, tehát itt van a nagy vasút, tehát itt a vonatról, ahogy leszálltam. Gyakorlatilag itt egy ilyen térdig érő gaz volt akkor. De sajnos videót nem csináltam, képeket meg egyszerűen szerintem elvesztek már, mert azok közül azért készült egy pár, de akkor gyakorlatilag alig lehetett megtalálni a vágányt. Meg csak annyi lesz, hogy az MK48-as itt volt, és ez kilátszott a gazból. Viszont ami érdekes, hogy itt van maga a nagyvasúti állomás, és közvetlenül mellette pedig egy Tesco. Tehát ez ilyen 2005-6 környékén, ha jól emlékszem, akkor épült ide ez a Tesco. Tehát egyszerűen meg lehetett volna csinálni, hogy azt szerintem akár még a Tesco is belement volna, hogyha feltételű szabják annak, hogy ide települhet, hogy hát egy körülbelül egy olyan 50 méterre kellett volna a vágányt meghosszabbítani, és akkor a Tesco előtt lehetett volna a végállomás. Az végül nekik is jó lett volna, mert akkor ugye hát az utasok bevásárolni is tudtak volna egyből. De hát erre nem gondolt akkor senki. Hát és itt látjátok, itt van a... Hát ez már csak a csonka vágány, de egyébként itt volt a peron, és eddig jött ki az MK48-as. Az utolsó pár évben már csak egy kocsi van. Azért, hogy a 2000-es évek elején még azért két kocsi az általában standard volt, sokszor még az se volt elég, de hát azok már... Az is hőmúlt volt ahhoz képest, ami ugye 2009-ben volt, amikor ugye már csak egy kocsival jártak, és hát valljuk be, azért elég volt sokszor, tehát szerintem félig nem volt akkor sem, amikor én még utaztam vele. És hát ezzel a kisvasúttal más probléma is volt, nem csak az, hogy igazából mindkét végállomáson rossz helyre ment meg az, hogy lassú volt és ritkán közlekedett. De hát itt van a kisvasút végállomás, hát látszik, mert mostanában használták, és szerintem most meg már gyalog se járható, legalábbis olyan híreket hallottam, hogy teljesen benőtte a gaz, és ezt már hajtánypályaként, mert ezt az biztos mondtam már egyébként többször, meg azóta már megjelent, különböző médiumokban is lehozták a hírt, hogy a kiskunmalsai szakaszon szeretnének hajtánypályát kialakítani, és az a szakasz alkalmas is rá. A kiskörösi ágon viszont, hát ugyan az is a Kecskeméti kisvasút része, de ezen sokkal komolyabb a probléma lenne, tehát azért a malsaival kezdték, mert egyrészt az ilyen szempontból jobb nyomvonalon, vagy másrészt meg kevésbé gazos. Hát itt a kiskörösi, meg állítólag itt már a sinekbe is beleloptak, hát ezt eddig nem vettem észre, de biztosan így van. Hát két jobb sorosra érdemes favázas teherkocsi. Hát ugye funkció nélkül maradtak, és ez már a vonal életében is valószínűleg itt most elsodtak. És hát fogy is közben. Azért a faanyag az elég erőteljesen. Van némi hiány a faanyagból, mondhatni. Kiként ott van a bárcának a helye. De hát ide se mostanában ragasztottak utoljára a bárcákat. Ugye a faanyagot meg szerintem aktívan lopják tüzelőnek, úgyhogy utóbb ez el fog fogyni, hogyha vigyáznak rá jobban. Viszont itt majd azt még addig mindenképpen el akarok menni, és szerintem idővel bele is fog férni, hogy ahol azért szintben keresztez itt a keskeny nyomtával normált, és ráadásul nem is egy, hanem két helyen. Tehát van egy ilyen keskeny normál vágány átszelés, amiből az országban nem sok van.
És viszont, mint tudom, hogy megszakítás nélküli a nagyvasútnak. Ezt meg mindenképpen dokumentálni akarom, mert hogyha a 150-es vonalat elkezdik átépíteni, ez biztos, hogy el fog tűnni. Ugye nincs már rá szükség, ugye Kiskörösvényvel még hajtálypályaként, legalábbis ezzel a szakaszával még úgyse számolnak. De kizárt dolognak tartom, hogy visszaépüljön, bár ugye sose lehet tudni, mert például a 3-as villamosnál is a visszaépült teljesen feleslegesen a vágány átszelés, pedig azzal se számolnak már többet. Mint végül is minden lehetséges, meg annak az ellentéte is. Hát itt viszont ugye látszik, ez a komplett mini kisvasúti rendező azért itt van, itt már van több vágány is, de hát már a kisvasút utolsó évében is csak egyet használtak. És itt van a jelző, ami még működik érdekes módon, és egyébként itt volt valószínűleg az átrakó is. Kisvasút, nem is tud, és ezt nézzétek meg, ez meg kisvasúti gurító lenne. Hát ez, én nem is emlékeztem, hogy itt ilyen is volt, pedig hát látjátok, gurító domb kisvasúton. Tehát itt még rendezgetni is lehetett a kocsikat, hát egykoron biztos nagyobb forgalom volt, hogy még erre is szükség volt, mert például a marsai oldalon nem volt ilyen. Na szóval akkor újra. Ez pedig itt valószínűleg az áruraktár volt. Ugye az egyik vágány az teljesen el is megy addig, hát és viszont ideje a lényegre koncentrálni, viszont ugye ott fordul a nagyvasút felé a kicsi. Ugye a kisköldesi vonalbejárás az nem lesz egy darabig, hiszen ezt már vonattal bejártam, amikor még itt volt vasút. Hát sajnos videó nem készült róla, mert akkor még nem volt ilyen akciókamerám, hogy az egész utat végig tudjam venni. Egyébként megtehettem volna, mert a lakácsó kocsiba fel lehetett volna tenni. A részletekben készült videó, meg a vágány átszelés is lehet videózva, csak azok a videók elvesztek szerintem, mert egyszer nem találom őket sehol, pedig túltam már régi vinyókon, hogy vajon hol menthettem el, de azok szerintem eltűntek valahova. Ugye akkoriban csak egy ilyen simad kompakt digitális fényképezőgépen volt, amivel így néhány perceket lehet felvenni. És ezt nézzétek, van itt azért egy nagy vasúti vágány, sőt itt egy vágány átszelés is van. Na, ez viszont valószínűleg meg fog maradni, mert az ország az átépítés nem fogja érinteni. Egyébként a Keskeny ott megy tovább, de úgy eltűnik a gazban. Szóval viszont Keskeny normál vágány átszelésből sincs olyan sok, és ráadásul ez nem is egyenes, hanem ferde. És épp mondani akartam, hogy eddig azért akkor nagy gazzal nem találkoztam, de van. Úgyhogy most ki is vagyok inkább a nagyvasútra, mert most ugye idő van, negyed óra múlva jön a vonat. Egyébként errefele így néz ki. Tehát ez még azért egész vállalható. És hát bizony itt vagyunk, és ezt nézzétek. Tehát ez itt a kalocsai vonal, ahol már szintén nincsen forgalom, legalábbis személy. És itt van a kiskörösi, ahogy megy tovább, és tudjátok, hogy van azért a kisvasút az alárendelt, a Keskeny nyomtában, nagy pedig a fő, tehát itt megszakítás nélküli. A megszakítás nélküli átszelést azt mutattam már nektek Szegeden is, ott van még ilyen, ahol a 3F, igen, ott már csak a 3F megy ki, és a 135-es vasútvonalnak van, viszont itt kisvasút és kapott 48-as sineket ezen a részen. Tehát itt van a... És ez viszont a 150-es vonal, ez látszik, hogy sokkal fényesebb is, tehát ez az, amit használnak. És megszakítás nélküli, tehát itt gyakorlatilag úgy jön a vonat, hogy a kis vonat az így kettőt is döccent egymás után, ez az érdekesség, ne, hogy így gyakorlatilag itt átdöccen ezen a szakaszon. Mert itt a sín nem folytonos. Ez is érdekes, mert a másik oldalt mondhatom, ott viszont egy ilyen felfutós megoldás van. Itt mutatom, hogy így, és akkor innen. Tehát eddig meg van vezetve a kerék, és innen már át tud döccenni. Tényként? Ott látszik is a nyoma, szerintem ez még a kisvasút hagyta itt. Azért a másik oldalt nincsen, itt azért lekopik, ahol fényesebb a sín. Na most viszont akkor teperjünk vissza az állomásra, de itt ne hagyjon a vonat. Akkor már mindjárt visszaérek a peron végéhez. Minden mások. Velem együtt fog elmenni a vonat, egyébként pár perc is érkezik a Részegbondi. Kelebbi a felől, azzal fogok elmenni. Hát valószínűleg Ferencvárosig, most a keletibe felesleges fele bemenni. Aztán majd ott átszállok a villamosra.
vagy hogyha jönni fog egy vonat kifele, akkor arra. És itt van még egy munkagép is. Na, ez hogy hívják? Ugye most a Részek-Bandi nem megy át Szabadkára, csak Kelebiáig jár. De ez nem az. Ez egy személyi vonat Kelebia felől, illetve Kelebiára megy. Nekünk a másik ír kell. Itt van a vonat keresztnek, amúgy is meg kell várnia a Részek-Bandit a másik irányból, de már ott jön is. Csak ennyi lett volna, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Vágányátszerét sikerült megmutatni, és vissza is érne a peronra, úgyhogy mehetünk.